Halló? Halló? A mindenségit. Ez nálunk az első látogatásod a szabadulásod óta, mondhatom, ez aztán az igazi megtiszteltetés. Mesélj, hogy van a drága látós anyucikád? Megérdemelnéd, hogy én is felpofozzalak! Te kis dög! Ennél sokkal rosszabbat érdemelnél. Nem csak Danilónak, annak az alattomos gyilkosnak lenne már börtönben a helye, hanem neked és a drágalátos anyádnak is, mert a cinkosai vagytok. Nem van ezt a nem, az Isten szerelmére. Ez képtelenség. Ilyet ne is mondj. De igen, te és az anyád. Egy követ fújtatok vele, ebben egészen biztos vagyok. Sajnálom, hogy így érzel, ugyanis nekünk nincs a világon semmi közünk ehhez a dologhoz. Sem anyának, sem nekem nem volt még csak sejtelmünk sem, éppen úgy, ahogyan te sem tudtál semmit. Hogyan is tudhattunk volna egy ilyen szörnyűséges dologról? Anyában és bennem fel sem merült, sosem képzeltük volna, hogy Danilónak köze lehet Raquel halálához.